Sziasztok, dobri vecser, úgy bizony, Dau. Dau, mit tudom én, nagybaú, vízisikló tekinteti, vízisikló sábrázat, vízisikló sábrázat, nagy Bartos újra is jelentkezik. Ma. Jelentkezek, nagyba. Az egésznek a lényege, kis rohadt a halma rohadtól, na? Na, va. Voltam, most az egyik szomszéd azt mondja, munka után, mert tudta, hogy vannak egerek, szoktak csámborogniuk, meg hogy én kitűnően be tudok patkánylikakat így fotózni, stb. És az a lényeg, hogy mondtam neki, azt mondja, hogy a gipszet is azt mondja, kieszik. De messze. Mondtam neki, hogy mondom, mert mondom, nem úgy kell magam csinálni, hanem úgy kell mondom, hogy Bartos zsenialitása. Szét kell törni az üveget, patkánylikba, stb. Egyébként a... Sajnos, hogy mostában nem fogtam patkányt. Mert akkor abból is tudnák csinálni valami levest, vagy valamit, patkányleves, fokhagymában, stb. Nagyon. De régebben egyébként csináltam, majd hát ha sikerül egyébként fognak, stb. Üveget, egy üveget szét kell törni. Bármilyen üveget, apró miszlik darabokra, bazd meg. Küslekbe, az öreg asszony tukatta. És az egésznek a lényege, bele egy marék sót, gipszel összekeverni, be a izébe, iklapba a sót, üveget, stb. Bartosista patkány vagy egér legyen a talpán, bazd meg, amelyik ezek után át tudja magát enni az üveget, meg még szögeket is kő bele, hát szögeket is tettem be, adott az öreg asszony 500 forintot, kb. Fél órás munka volt az egész, amiből vettem sört, körtettem. Már ittam is egyet. Meg még, ami, még amit így munkába elkerestem, így kocsmáztam, stb. Meg adott egy lekvárt, amit éppen eszek. Ilyen lekvár? Azt mondta, hogy olyan 3 éve tette el. Eper lekvár, eper! Da! Csak savanyú, mint az ecet. Mondjuk én alig érzek csízeket, bazd meg. Már nem tudom mennyit cukrot. Cukorra már fölizítam, mert olyan savanyú, mint az ecet, bazd meg. De. Más azt mondja, a kocsmába, itten a jó múltkorjában beszélgettem valakikkel. Azt mondja, hogy hát ő, azt mondja, kis gőzszer. Erre mindig legyen tízünk. Sörre mindig. Sörre, pálinkára, borra, cigire. Na de rúgál. Mondja az egyik fickó nekem, azt mondja, hogy hát ő teljesen mindegy, Tominak hiák, azt mondja, megeszik a szondjai zsömlét, azt mondja, üres zsömlét, azt mondja. 2 kilót hízik. Hát mondtam neki, én mondom, van úgy, hogy mondom, mit tudom én, Bartos Cezárjóba is, stb. Beleteszek, mint én 2 kiló cukrot, most is ezzel a cslekvárra már 4 kiló cukrot megettem, bazd meg. Semmi. Talán egyébként egy 1/2 kilót, ha hízok, másnapra, meg már le is dobom. Icaka lehet, hogy mit tőle, valami 1/2 kiló cukrot. Fél kiló cukrot, bazd meg, megeszek, lefekvés előtt, mert lassan lefekszek, csak még a csölvételt, még akkor még majd főteszi a nagy főszerkesztő elvtársa.
És az egésznek a lényege, hogy fél kiló cukrot megeszek este lefekvés előtt. Más 5 kiló plusszal kell föl reggel, bazd meg. Én lehet, hogy fél kilót hízok, mire fölébredek álmomba, icaka, mire fölébredek, már ugyanaz, még lehet, hogy fogyok is, bazd meg. Nem vicc. Nem tudom, lehet, hogy a bélférgek zabálják, hát én nem tudom egyébként, de most is nem tudom, mennyi cukrot főzabáltam, bazd meg. Kristálycukrot. Más meg azt mondja, hogy egy zsömlétű hízik 2 kilót, bazd meg. Hát én nem tudom. Én meg ez a cslekvár, azt mondja, hogy hát édes. Hát ebben semmi édeset, úgyhogy főcukroztam, bazd meg. Nehogy... Mert hogy az öreg asszony az egyik mondta, hogy mert hogy a bélférgek elzabálják, nem hiszem, mert már eléggé kihajtottam őket. Na, az egésznek a lényege. Alakul minden, mind a molekula. Nagybaú szekrényt fogok egyébként, de jó, hát nem ingyen be lesz, lehet, hogy majd dolgozok érte napszámba. Van egy szekrény, szökrény. De ez egy szökrény van! Szökrény. Na, az a be. És az egésznek a csőnyeket, na, az a. Hogy már ki is van nézve az újságból, a helyi újságból, a megyei újság, ami jár ide. Ki van nézve, pikok, eladók, nem messzi innen, egy 3 utcába arrébb, az meg. Vagy én megyek, ingyenes kiszállításokkal hozzák a tyúkokat, és olcsón, viszonylag olcsón, egy pikok, nem drága, az a 700 forint per darab, hát az nem olyan drága, akkor veszek 2-t, az meg. 2 tikot. Főkelek reggel, nyers tojás már ott lesz. Én a tojást is nyersen szeretem. Tikoknak a picsája alul kikapom a tojást, amit tojtak, bazd meg, így fölcsörpintem, héját megeszem. Nagyon jó a csontokra, a héja teli van mészze. Ha meg a tikot nagyba zöldbe, fűvet, gazokkal, csalánna, csolánna, ezekkel azokkal főhízlalom ilyen jó ízékre. Utána csak annyi kell, hogy elharapom a gigáját, kiszívom a vérit, bazd meg, mint a vámpír. Vámpír. És utána már ehetem, tollazhatom, le már ehetem nagyba szőröstű, bőröstű, nyersen, bazd meg. Egy olyan 4-5 kilósra fölhízlalni a tikokat. Ez már, ha minden igaz, jövő héten már meg lesznek a tyúkok. Dá! Tehát jövő héten már 2-3 tyúk, már itt fog nagyba a portámon lenniú. Na. Most csak ennyit akartam, ilyen röpke bejelentkezik. Vacsora, tyúkok, lekvár. Na. Cukor is kis, csonterősítő. Szóval azt mondják, jaj, mert hogy hízlal. Nem hízlal. Beépül a csontokba. Hát én vagyok a legnagyobb. Mi hízlal? Nem hízlal a lónak a faszát. Hát én megehetek 1 kiló ilyen kristálycukrot is, bazd meg. Attól függetlenül ráállok a mérlegre. Mondjuk mikor én ráállok. 57 kiló voltam a jómút... Jómút korjába, mezerbe. Lehet, hogy mit tudom én egy kicsit a... Tehát rálok 57, megeszek 1 kiló cukrot, vagy 1/2 kiló kristálycukrot, bazd meg. Rálok a csmérlegre, és mondjuk 57,5. Másnap reggel megint rálok 57, tehát visszam én. Hogy mi történik, hogy miért nem hízok tüle, azt fogalmam sincs. Mondjuk, még mindig azért van bélférgem, tehát azért látom a szaromba, pedig azért foghajmát is azért elég gézabálok, de még mindig még van egy kis bélférgem, bazd meg. Hát látom, hogy ott mozognak, meg viszked a balagam, és ilyenkor ez ennek a jele.
Benne van a levegőben, már minden van meg. Minden itt már úgy érte a levegő, hogy ezek a spórái vannak benne úgy. Tehát a spórák benne vannak a levegőben. Minden hum már benne van. Tehát itt már minden őző. Most is ne haragudj, de már dolgozok bazd meg. Látom. Lehet, hogy ezek terjesztik, és ez nem vicc, ez halál komolyan, bazd meg, mondom. Lehetséges. Nehogy már bazd meg egyébként, munkába is kimegyek szünetre, meg mit tudom én, bazd meg. Kiülök egy kicsit így szünetbe. Aztán ízé, ne álljon meg már a hölgyi menet, már kurva hét szentségét, már baszogassa a szájba, ú. Megeszem a csajokat. Veszed csajokat? Ha ízé, ha megszámultam, de az csak a fejem fölött ménel, e jobbra kasul kavarognak, mint a gólyafos a levegőbe. Mert már egyébként, bazd meg egyébként, 14-15 gépnek arra a pár, vagy mit tudom én, kimegyek szünetre, akkor el kell menni erre, arra, és csak az a fejem fölött, akkor mennyi mehet el az országba, bazd meg? Hát mind viszik ki a tankokat, meg mindent. Háborúra való fölkészülés. De hogy már egyébként azt pofázzák nekem, hogy utasokat visz, nem utasokat visz. Vasat visz, meg fegyvereket. Fegyvert, fegyver arzenálokat visz egyébként. Hogy hova az anyja picsájába a lófasz tudja, bazd meg. Nekem ne pofázzon egyébként senki, hogy üzé, hogy mert hogy nyaló fasz utasokat mű, meg segélyszállítmány, nem segélyszállítmány, nem segélyszállítmány. Rakétákat, ne hogy melyik kötel eljön segélyköl, persze, meg a jó büdös kubai kurva nagynéni kémet bazd meg, aki nem létezik. Mert nincsen Kubában kurva nagynénik. De egyébként ne etessenek már bazd meg. Túl átlátszó. Ennyit akartam egyelőre. Bartos szerdai bejegyselentkezés helyül. Tehát jövő héten már lesznek tyúkjaim, meg fogom, mindegyiknek lesz neve, be fogom majd mutatni őket, úgy, mint a Gorbacsov nevű tikon. Annó, a jó 4-5 évvel cset előtti csidejomba. Nézzétek meg, Gorbacsov nevű tikon. Tá, ne ennyit akartam. Szevasztok, hellótok, dászvi, dánye. Konyec. Úgy bizonyá. Vége.